No hát két dologról biztosan emlékezetes lesz ez a torna Münchenben. Martin Luchmann hastáncáról, amit láthatunk megint. A másik pedig arról, hogy hát egészen döbbenetes játékkal győzte le Humphries Michael van Gervent 7-0-ra. Úgyhogy erre egyébként 101-szeres ocz volt a mérkőzés, hogy egy ilyen megtörténhet. Mikor verték meg utoljára különben Gervent így? Hát az az igazság, hogy több nullás veresége is volt neki az utóbbi időben, köszönhetően Seres Bedének, aki volt olyan kedves és utána nézett kérésemre. Az elmúlt időszakban, hát 2021-ben a World Grand Prix-n, bár ott ugye szettes mérkőzés volt, de 2-0-ra kapott ki Danny Noppert-től. A világbajnokságon 2021-ben szintén 0-ra kapott ki Dave Chisnától, ugye 5-0 volt. Ez egy nagyon nagy meglepetés volt. Simon Whitlock ellen World Grand Prix 2020-ban szintén 3-0-ra kapott ki. És hát ami leges lebonyolítású mérkőzés volt 2020. szeptemberében 17. Player Championship fordulón, Devon Petersen ellen volt egy 0-6. Ben egyébként nagy Michael van Gerwen rajongó, úgyhogy eléggé szomorúan nézi majd ezt a döntőt, de a humora nem hagyta el, mert azt írta itt nekünk, hogy nem gondoltam volna, hogy Michael van Gerwen gazdaságos verzióját is látom. Ugye, most Luchmannre gondol, aki így foltokban tényleg emlékeztet van Gerwenre. És akkor elindult a nagy döntő, most már nem 7, hanem 8 nyert legik kell, hogy menjen. Én nem tudom elképzelni, hogy Humphries 8-0-ra megverje Luchmannt. Én már semmit nem. Tényleg, sokszor elhangzott tőlem ez a mondat a hétvége során. Én már semmit nem merek mondani. Még Bede annyi plusz információt, így érdekesség gyanánt az előző meccshez, még visszacsatolásként, hogy 101-szeres pénzt fizetett, hogyha valaki azt mondta, hogy Humphries 7-0-ra győzi le van Gervent. Igen, ezt mondtam. Igen, annyi. De nem baj. Ez tényleg döbbenetes. Minden ilyen adat döbbenetes. Úgyhogy mindenképpen úgy győztest avatunk a European Touron. Luchmann ugye nem volt kiemelt, Humphries a 14. helyen rangsorolt versenyző. Egymás jelenit mondtuk? Még nem mondtuk. Ha van ilyen adatod? Van, Molnár Lacinak köszönhetően. Nagyon szépen köszönöm az egész hétvégén át kitartó segítségét. Kettő darab mérkőzés sikerült Lacinak felhajtania. 2016. március 25-én egy Bucks Easter Open nevezetű nyílt versenyen az elődöntőben találkoztak egymással. Az eredmény nincs meg, csak az, hogy Luchmann nyerte azt a mérkőzést, illetve 2017. szeptember 10-én egy Challenge Touron a negyed döntőben, ott Humphries 5-1-re nyert Luchmann, tehát 1-1-re állnak hivatalosan egymás ellen. Humphries jól kezdte ezt a mérkőzést is, egy dupla 20-szal le is zárhatja a leget. Nem dobja be. 160-ról jön Luchmann. Tehát ez is kiszálló. És egy picit pontosítanom kell magamat, elnézést kérek a Phil Collins és Genesis rajongóktól, nem az Another Day in Paradise csendült fel ugye a döntő előtt, hanem az In the Air Tonight. Nincsen tripla, 60, tehát így marad a 100-as. Humphries dupla 10. Dupla 4. Még az se. Az és már igen. Az már a helyén van. Az első leg, tehát a döntőben Humphriesé. Mi volt az első meccs? Mit mondtál, ami Easter? Bucks Easter Open. Mert ugye az húsvét, és most is egy húsvéti meccsük van. Ez most az Oster, itt Németországban. Igen. Na, kiviszi el a húsvéti fődíjat. Ugye Luchmann eddig elég hosszú pályafutása alatt, ugye korábban 5 évig a BDO-nál is volt, írd és mond összesen 15 ezer angol fontot keresett. Most, ha bejut a döntőbe, akkor 25 ezeret vihet haza, és ugye egy angol font most már ilyen 450 forintnál van, tehát ez egy nagyon komoly summa. Már úgy érted, hogy ha megnyeri a döntőt, ha megnyeri akkor kap 25 ezeret. A meccset, igen. Ha elveszíti, akkor 10 ezeret. Jó kis költőpénz. Amilyen árak most vannak, ez minden fillér számít. 140 közben Humphries-tól, nincsen kiszállón. Egyébként Bede még azt is elküldte, hogy milyen pénzt fizetnek arra, hogy
Humphries 8-0-ra nyeri ezt a döntőt. Na. 41-szeres pénzt. Aha, aha. Azért az, valljuk be, csúnya lenne. Nem, nem, nem tudom elképzelni. De hát tényleg nem volt senki, aki azt gondolta volna, hogy egy remekül játszó Van Gerwen ki tud 7-0-ra kapni. Nincsen kiszállón Lookman. Így nem probléma Humphries számára az, hogy elhibázta a dupla 16-ot, vissza fog még térni a táblához. Igen, de dühös volt magára, hogy ezt nem használta ki. Nyilván. 92, marad a 70 pont. Dupla 8. Dupla 4, több már nincs. Az működik neki. 2-0. Álló taps a német szurkolóktól. Hopp, összecserélték az asztalt. Hát ilyen nincs. Remélem, nem, nem ivott bele, remélem az italába. Na, cserélnek, jó van. Aha, jó van. Hogy nem öntött bele valamit. Igen. Rossz helyen voltuk, men. Ideges. Hát az óriási. Eltévesztette a házszámot. 2-18 inassal indította Humphries ezt a mérkőzést. 96-os. Jön két tripla, 125-ös. 180-nak tekintetében 190-nél tartunk egész pontosan, tehát a rekorddöntés az már jó eséllyel nem lesz meg, hiszen ahhoz 23-at kellene dobniuk. Azért az még hogyha kijátsszák a mérkőzést, akkor is 15 legben a 23 darab 180 azért az nagyon masszív lenne. Gyakorlatilag majd, hogy nem minden legben kellene mindkettőjüknek dobni egy-egy maximumot. Humphries világranglistás helyezésén számíthat valamit, egy győzelem? Pillanat, már is megnézem, hogy áll az élő ranglista. Csak közben egy kicsit... 140 közben Humphries-től. Kicsit elcsúsztam a statommal, és az gyorsan javítottam. 140, Lookmannél is. 96-ról tehát Humphries, jó a tripla, és a dupla 18. Nincs meg, úgyhogy Lookmannek ott az esély, hogy feliratkozzon az eredményjelzőre. Első nyilai lesznek a duplán. Dupla 10. Még mindig a dupla 10. Nem jó. Nem jó. Nagyon ideges. Dupla 9. No. Hát nem mondhatnám, hogy ugyanazzal a hatékonysággal dobja eddig Humphries a duplákat, mint az előző két mérkőzésén. Jelen pillanatban 13%-os mindössze a mutatója. És megvan a dupla 10 végre Lookmannek. 2-1 az állás, nem lesz 8-0. Igen, beleszámítva a Plaisier-eni mérkőzést, ugye 10 leget nyert zsinórban Humphries, utána adott egyet valakinek, Lookmannek. No, és közben a kérdésedre is, hogy válaszoljak. Amennyiben Luke Humphries megnyeri a mérkőzést, akkor 277.500 fontja lesz a ranglistán, és így 2000 fonttal meg fogja előzni Nathan Espinalt, és átveszi tőle a 17. helyet a rangsorban. Hogy Lookmant is azért felmérjük, jelen pillanatban Martin Lookman a 72. helyen van már biztosan. Hogyha kikap, akkor is ott van a 72. helyen. De amennyiben nyerne, akkor még előre tudna ugrani a 67. pozícióban. Igen, hát ennyit számít ott, abban a régióban egy jó szereplés. Igen, ez az Order of Merit, ugye a megkeresett pénzösszeg alapján állítják fel a ranglistát. Igen, és ugye ez egy két éves ranglista, tehát az elmúlt két év eredményeit veszik figyelembe. 180! Egyébként a snookerben is valahogy így számolják ki a világranglistát. Igen, és ugye ennek köszönhetően ez gyakorlatilag hétről hétre folyamatosan frissül. 140. No, 36 vagy 40.
36, megvan. Két nyílból. 3-1. Flag Martin to throw first. Game on. Jön Lukman. Igen, Humphries kiszállózása tehát egészen más képet mutat, mint a Michael van Gerwen ellenén. Itt most 17-ből sikerült ez a három, ez csak 17%. Ott nagyon felszívta magát. Gyakorlatilag egy szuszra megverte van Gerwent 7-0-ra. Igen. Hát arra nem volt idő, hogy rendeltünk egy pizzát, hogy a pizzás fiú kihozza. Sőt, szerintem még a sütés sem kezdték el. Kipattan a harmadik, itt 120. És ugye van még egy külön ranglista, arra is mindjárt vetek egy pillantást, hogy hogy állunk. Mert ugye az októberi European Championship-re kizárólagosan a European Tour fordulókon megszerzett pénznyeremények alapján lehet kvalifikálni. És jelen állás szerint úgy néz ki a történet, hogy Martin Lukman már azzal, hogy a döntőbe jutott, a harmadik ezen a ranglistán. Tehát ha most ezen verseny követően lezárnák a European Championship Order of Merit-et, akkor Martin Lukman harmadik kiemelt lenne az Európa-bajnokságon. Humphries pedig a kilencedik lenne. Amennyiben Martin Lukman egyébként megnyeri, akkor ezen a külön kis ranglistán Michael van Gerwen mögé feljön a második helye. Ez igen. Nem akármilyen adatok ezek. 134-es kiszállót nem sikerül azonban most megoldani. Humphries pedig tudjuk, hogy nagyon gyilkolja a 105-i kiszállókat. Megvan a tripla. És a dupla 20. Az nincs meg. Lukman előtt az esély. 3-2-höz. Nézzük akkor ezt a dupla 10-et. Az előbb megvolt neki. Még vár egy keveset Lukman. Kortyol. Nagy levegő. Ajaj, csúszik az a nyíl. Láthatóan ideges. Dupla 5. És azt megcsinálja. Hát tulajdonképpen így most ez bejött. Vett egy nagy levegőt. Humphries a szokásos, energikus stílusával. Hallhatóan a német közönség inkább Martin Lukmant preferálja. Az ő nevét skandálják néhányan a háttérben. Láttad, egy élő ananász. 180! Ezt majd nézd már meg, légy szíves, ha van egy pici idő, hogy egyénileg ki hogyan áll a 180-asokat tekintve a versenyen. Kivezet. Marad a 60 pont, de Lukman nincsen kiszállón. Még mindig nincs. Most sem, ez egy tripla 1-es. Ott jön egy tripla 20-as. De így sem tudott lekerülni kiszállóra. Dupla 20, dupla 10. Jó! 4-2! Luke Humphries 50%-os feldolgozottságnál tart jelen pillanatban. A fele. Már nincs választás, úgy beszélsz. A fele megvan. Feltokozottság. 93-as átlaga van Humphriesnak, csak 86-os Lukmannek. A jelen pillanatban úgy állunk, hogy... Hogy...
Humphries vezeti ezt a listát 13 darab 180-nal, ebben már benne van az a kettő, amit itt a döntőn is dobott. Martin Lukmannek 12 van. Köszi, ez jó információ. 140. Ide, 140 oda. És továbbra is jön a tripla. Egy picit fölötte, az meg egy picit alatta, így nincsen kiszálló Lukman. Ő az meg elmegy az egyesbe. 81. Így viszont Humphries sincsen kiszállón. Azt az egyes le kellett venni úgyis. Igen. 81 itt is marad a 100 pont. Egy szép százas. Nézd oda. No. 77. Na nézzük, akkor jönne a tripla 20-as. Nem. Tripla 16. Az se. Még mindig tripla 16. Az már igen. 84 a dobás marad, 16 pont. 103-ra. Tripla 17, nem jön. Tripla 18, nem jön. Tripla 20, az már jön. Késő. Ez így most késő. Dupla 8-ra jöhet Lukman, a 4-3 ér. Meg is kell azt oldani ám. Hát ő nem tudja vék alá rejteni, hogy mennyire ideges. Hát nem csodálom, első döntője. Dupla 4. És nem sikerül megoldania. Az 5-2-ért dobhat Humphries 3 nyilat a dupla 4-re. Akkor 2-t a dupla 2-re. Megcsinálja. Megvan neki. És ezzel kettős brékelőnybe kerül az angol, a másik angollal szemben. Innentől kezdve Lukmannek nagyon nehéz dolga lesz. Főleg így, főleg így. 180! A Humphries rajongók. Jön a válasz. Jön a válasz. Nem. Félre lehetett látni, ott hogy... volt? Igen, hát igen. Oda ment volna, csak félre tolta a nyíl a tripla 5-be. Negyedik az már nincsen meg. 58 mindössze. Marty Lukman rajongók egy csoportját láttuk. Akármi a vége, Lukman évek múlva is emlékezni fog erre a hangulatra, erre a szereplésre. Váltás 19-re, nagyon jó. 96. Így kiszállón van Humphries. Lukmannek kellene a 140 vagy a 137, hogy ő is ott legyen. Vált 19-re. Ó, és nem, ez tripla 3. 167 az kiszálló, de hát nem kell rádobni a Humphriesnak. Nem, bőven ráér. Hát mondjuk azért egy tripla nem ártott volna. A 122 még mindig nem egy életbiztosítás. De minden fronton vezet Luke Humphries. Váltás 18-asra. Szépla ott is marad a 160. Tripla 19. Megvan. 20. Nem volt csúnya kísérlet, de marad még mindig 20 pontja Humphriesnak. Tripla 20, tripla 20 kéne, nem jön. Nem jön. Az meg elcsúszik a tripla 5-be. Most megállt Lukman. Ez meg jó. Tökéletes. 6-2. Ha nem is játszik, olyan sziporkázóan Humphries, mint Gerwen ellen, de ezt a 6-2-t nem kell külön megmagyarázni. Följavult átlagot tekintve, és ez már 93 fölötti. 180! Lukman kiszállózása gyengébb, 140 közben Humphriesé. 11/2 mindössze Lukmannél. Humphriesnél ez a 6-24 kísérletből jött össze, 25%.
55. Megint a hiba. Már nem először az egyes szektorban, ráadásul nem is a szélére. Az most jó. 81. Váltani kellene. Nem vált, így nem lesz kiszállón. Igen. Ezért kellett volna már a második nyilat is 19-re dobni, így nem kiszálló. 169 maradt. 93. 107 pontja van így Lukmannek. Vissza 20-asra. Lukman 107-ről. Aha. Nem lesz meg. És az is az ötösben van. Mit csinál? Ezek most nagyon komoly hibák. 29, 3 nyillal. Humphreys. 16. Akkor szimpla kell még mindig. És a dupla 20. Meg jó! Is csinálja. 7-2. Nagyon közel a győzelemhez. Egyetlen legre, és ráadásul Humphreys kezd a tizedik legben. Első pályáról megszerezheti a German Darts Grand Prix bajnoki címét. Egyébként le is vették már az occokat, tehát nem lehet fogadni arra sem, hogy Lukman esetleg megfordítja. Nyilván. Ez innen már tényleg csoda lenne. 180! Láttunk már egy pár csodát ezen a hétvégén. 140. Mennyi minden ugye bele tud sűrűsödni három napba. Uh-huh. És ez csak egy torna a sok közül. Nem véletlenül nyilatkozta annó Fangerven, hogy a European Tour versenyek a legnehezebb formátumú versenyek a PDC naptárakban, mert három nap darálás. Ugye az utolsó napra, ha valaki bejut és meg akarja nyerni az egészet, akkor négy mérkőzést is kell játszania, ráadásul hármat este. Nem ez egy egyszerű művelet. Tényleg olyan, egy acélkohó az egész. Fúzió. 41 mindössze. Humphreys kezdte, és hát ha jönnek a triplák, akkor ő is fogja befejezni ezt a mérkőzést. 118-an, tehát kiszállón. Elcsendesedik a Zenit csarnok, és nincsen tripla. Humphreys jön, persze már itt meccs nyíl. Lesz, viszont nincs nem meg. Sikerül megoldani, marad a 19 pont, 122-re, tripla 18, kötelező. Így nem lesz kiszálló. Kész. További két mérkőzésnyílhoz juthat Luke Humphreys, amennyiben nem hibázik kerekítő szektort. Megvan a hármas. Miért hibázna? 8. Második. Az pedig belül van. Harmadik meccsnyilat is elrontja. Kicsit izgalmasabb. No, 78-ra, tripla 18, dupla 12 a játék. Célzó vizet vesz magához Martin Lukman. Hátha. 78-ról. Igen, 60. 20-as. Dupla 20. Nagyon messze volt. És akkor dupla 4-re, újabb mérkőzés nyíl. Megvan! És ezt már megoldja. Ott a győztes! 8-2 arányban. Én úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelten. Luke Humphreys megnyeri a 2022-es German Darts Grand Prix-t. Féltérden Münchenben. Azok után, hogy 7-0-ra legázolt a Van Gervent, maga biztosan nyer a döntőben is 8-2-re. És ezzel 25.000 angol fontot is hazavihet. De minden elismerésünk Marty Lukman előtt, mert a torna megkezdése előtt tényleg nem sok esélyt adtak neki arra, hogy a végjátékig eljusson. De jó kis verseny volt. Abszolút. Én úgy gondolom, hogy jó, nyilván vannak, akik a sportfogadási szokásaik miatt nem értenek velem egyet, hogy kellett ez a változatosság már a dartsnak. Kellett az, hogy nem mindig tényleg ugyanazok a játékosok legyenek ott. Esélyt kaphassanak azok is, akik
akik nem annyira ismertek, vagy nem annyira előkelő helyen szerepelnek a világranglistán. És ami nagyon fontos, hogy ezek a játékosok élni tudtak a lehetőséggel. Martin Lukmerről sem most hallottunk utoljára, Wesley Pézierről sem most hallottunk utoljára. Úgyhogy üdes színfoltok voltak itt ezen a tornán. Igen, és ugyan nem jött el James Wade, nem jött el Gary Anderson, nem jött el, mert megbetegedett Gervin Price, de én úgy gondolom nem nagyon volt hiányérzetünk. Nem. Annyira magas színvonalú tornát láttunk, hogy tényleg maradjon ez a következő versenyen is, ami, ha jól tudom, akkor Ausztriában lesz. Így van, az Ausztrián Darts Open április 29-től május 1-jéig, és attól a hétvégétől elkezdődik egy 5-7-es invázió. Tele leszünk dárccal, minden hétvégén European Tour forduló. Úgyhogy nem fogunk unatkozni, az az igazság. És akkor jön a prezentáció. A díjátadás. És Martin Lukman azért még így is megkapja a német közönség elismerését. Élete legnagyszerűbb teljesítményét nyújtott, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Martin Lukman! Sok ellenfelét ledarálta, ugye ez a becenevés, a Smash. A második hely, az ezüst is nagyon-nagyon szépen csillog. 37 esztendős különben az angol fiú, és 2011 óta dárcozik. És nagyon sok rajongót szerzett itt Németországban. Addig, amíg így átadják a díjakat, egy-két számadattal fárasztanám még a nézőket. Hát lejátszottak összesen a hétvégén 45 darab mérkőzést, ez alatt 422 leget. A játékosok összesen 12.632 darab nyilat dobtak el, és összességében 92,15-ös tornaátlagot hozott a 46 játékos, aki itt volt. Született 1002 darab 100 pluszos dobás, 539 darab 140 pluszos dobás és 195 darab 180-as. Láttunk ugye 10 nyilasokat, kettőt is, ha jól emlékszem, de lehet, hogy csak egyet, egy pillanat. Nem, csak egyet, bocsánat, Démon Hetától. Szintén Démon Heta prezentálta a legnagyobb kiszállót a tornán, egy 170-eset. Összességében 37%-kal dobták a duplákat a játékosok, úgyhogy összességében én úgy gondolom, hogy színvonal tekintetében sem maradt el a várakozásoktól ez a torna. És még annyit kiegészítésként, hogy született összesen 52 darab 100 pluszos kiszálló, hogy ezek voltak a számadatok, a nagyon szolid számadatok ezen a tornán, és a német közönség az most nagyon adja. Hát ez óriási, Martin Lukman. Mekkora mókamester. Nagyon nagy forma. Nagyon nagy forma. Az a hastánc az... Hát az de felejthetetlen. Igen. Én úgy gondolom, hogy pont az ilyen egyéniségek kellenek igazán a dárcok, akik amellett, hogy kiváló játékosok, azért kellően tudnak entertainerkedni, kellően tudják magukat előadni a közönségnek, megcsinálják a hangulatot. Igen, hiszen nem elég jól játszani, szóval kell nem, a show, kell a cirkusz is a népnek. Pontosan, tehát azért ne felejtsük el, hogy a PDC az egy gazdasági társaság, nekik a bevétel nagyon-nagyon fontos, hogy érdekelje az embereket, és csak akkor fogja az embereket érdekelni, hogyha a játékosok megcsinálják a showműsort. Mit jelent neked ez a győzelem? The biggest thing I've ever done darts. It's been a grueling long day, and the way I played yesterday, I didn't really feel like I was in the tournament against Jeffrey. I didn't play very well. Nem játszott olyan jól tegnap Jeffrey ellen, de sikerült neki nyernie. I love this man into pieces. I've known him a long time before he was on the tour. Nagyon szereti Martin Lukman, mert korábban is már találkoztak, még mielőtt bekerült volna a PDC kötelékébe. You'll win titles, and he was right. But little did we know, 6 years later, we were going to be in a big 6 évvel ezelőtt játszották az első meccsüket, ugye erről volt is szó, és ugye nem gondolták volna, hogy egy ilyen nagy színpadon fognak egymás ellen csatázni. Nagyon boldog. I am absolutely over the moon with this win, I really am. And
you know, got a Pro Tour title, a Euro Tour title, the next one's a major, isn't it? Luke, igen, I'll come back to you in a second. One question player to our championship runner, címet, Martin most Luke megvan Luke. A European Tour cím, következő az a major cím, nem akármilyen elvárások. Ami még ugye nincs neki egy UK Open benne van a játékában. Két németet is legyőztél a tornán, és ennek ellenére mégis a te nevedet kántálja a közönség. Milyen emlékekkel távozol? I think they've adopted me. What do you reckon? The German fans have adopted me. De abszolút a top szurkolók a németek számomra. Elbűvölőek, igen, az biztos. Őt is megvették. Mit lehet erre mondani? Fantasztikus hétvégén vagy túl. Luke-ot még visszahívják egy pár perc erejéig. Fantasztikus volt a közönség, és nagyon tisztelettudó egész hétvégén. Nagyon-nagyon várja, hogy visszatérhessen. Nyilván kilóra megveszik ők is a közönséget úgy, ahogy ez kell. Minket is megvettek kilóra, az az igazság. Hát akkor szép lassan búcsúzunk is. Tehát itt a győztes, Luke Humphries, Anglia, és akkor találkozunk majd ugye április végén, méghozzá 29-től május 1-ig tart az osztrák verseny, aki nézte a Münchenit, az tartson velünk ott is. Köszönjük a figyelmüket, külön köszönjük szakértőinknek, Molnár Lászlónak és Barta Zsoltnak a segítséget, hiszen én mindig elmondom, hogy nélkületek ez nem lett volna ilyen színvonalas. És jó egészséget kívánunk Lukács Viktornak, a kis családjának, hiszen új baba született, ott már két gyermek van. Ő is hozzátette magáit, és a következő versenyen ő is várjuk vissza. Hát mára ennyit. Reméljük, hogy mindenki jól szórakozott. Jó éjszakát, viszontlátásra! Jó éjszakát, viszontlátásra!